Pródy Sándor, Kál Samu. Fent a hegyen, fedémesen, Polyák Ulánosok éppen akkor cselekedték meg, hogy szerdán reggel jókorán lóval, munícióval, mindennel kivonultak az Exercíl placra, és délelőtti harangszóra már az egész falu lángban állott. A hegy aljában a Bikken keresztül átvilágított a rettenetes fény egész Szépasszony falváig. Itt a matyók sűrűn hágyták magukra a keresztet, s az asszonyok, ám bárcsak szerda volt, töltött káposztával laktatták a katonáikat. Csak el ne menjenek. A legényekben pedig, mintha megrodjant volna a bátorság, ha a kocsmában mulattak, ők hazamentek szépen. Az egész falu abban volt, hogy jobb félni és eltűrni a sorsot, mint megijedni majd. 70 óta különben is megszokták ezt az állapotot. Ugyanabban a 20 000-ből ugyanaz a 200 feküdt közöttük azóta. A legénység, nagyrészt szusznyákok, de negyedrészt hazabeliek is, változtak minden 3 évben. De az állapot a régi maradt. Sejem volt a takarmány az egész földben, de lovuk mégis görhes, fáradt sovány maradt. A legfinomabb, a legszagosabb szénát előttük etették fel a katonák a saját lovaikkal. Előttük lopták meg a fészert. Sjaj volt annak a matyónak, aki szólni melészelt. A kis patkósi fiú egyszer, szép vers van a fejfáján fiatal életéről, szomorú haláláról, vagy le is kapott azóta. Azért a Szépasszony falviak el nem felejtették. Az istáló, a ház, minden falat legkülönbb részét ezek a mamalikok szedték el tőlük, és a hazabeliek is egészen hozzátörődtek ezekhez a sáskákhoz. Nem volt mit tenni. Panasz kinél tenni. Csúfáltett legények mégis a falun a legártatlanabb nótát énekelték búsan szomorúan. Kiejé ez a ház, kiejé, Beró János uraméj. Hát ez a ház vaj, kiejé, Bedécs András uraméj. Öreg asszonyoknak kiesett a könnye. A tisztek, kapitány volt köztük a legfőbb, megtanultak valamelyes magyarul, s úgy tudtak kacagni, amint keservesen bőgött a paraszt. Másképp is alig lehetett itt egyebet tenni, mint nevetni és sírni megint. Nyomorult falu, a tisztek halára unták magukat. Ha mégis olykor egy-egy kis hetsz nem akadt, éjjel muzsikát adtak boldog-boldogtalannak, a Samu zsidó feleségének, a paklincs leányoknak, mindenkinek. Az orvos feleségét hagyták csak békén, maguk sem értették, hogyan. Aznap a fedémesi autódafé nem hagyta a tiszteket aludni. Hajnal felé eloszlottak mégis. Brandel báró, a hadnagy, nem tágított egyedül. Fogta a cigányokat, s ment egyenesen az orvosháza felé. A muzsikusok ráhúzták. A báró énekelte hozzá a szerenádot. S mikor az orvos megjelent az ablakban, még dühösebben énekelte. Távozzanak! Szólt ki az orvos röviden. Marad, szólt a hadnagy. Az ablak becsapódott, és egy pár perc múlva az orvos ott állott a katona előtt. Báró úr, egy szóra. A hadnagy nevetett, és intve a fiúknak, hogy mars, kardjára tette a kezét, és szólt. Tessék! Egyedül maradtak. Sötét volt. Az orvos megszólalt. Báró úr, ön nem ismeri a családomat. Nem. Mit jelent hát ez a különös tisztelet? Akarom. Egy pofon csattant el a levegőben. A katona kardjához kapott. Az orvos egy pisztolyt vont ki a zsebéből. Tessék közel jönni. Hadonászva kardjával, szitkokkal ajkán 4-szer is nekiugratott. De amikor közvetlen közelébe ért, s világosan látta, mint mered rá a halál a kis horgópisztoly csövéből, karja, ajka egyszerre elállt. Hiába tüzelte magát, a vér megfagyott erejében, amint az utolsó megrohanásra nyaka mellett süvített el a golyó, és megpörzsölte állán a szakált. Még mindig szitkozódva ugyan, de már remegve hazatántorgott. Ajtaja előtt most is, mint mindig ott feküdt a szolgája. Megrúgta a derekát. Kál Samu felugrott. Parancs! Bor kellett felhozni a pincéből. Meggyújtotta a lámpát, s az italt oda tette az asztalra. Mehetsz!
szólt a hadnagy. Kál Samu kifelé indult. A báró a közkatona keze után kapott. Maradj! Szólott szelidem. Aztán odalépett az asztalhoz. Bort öntött a poharakba, és az egyiket a szolgának nyújtá. Igyál! Kál Samu széles matyó arcát hol félelem húzta össze, hol kiszélesítette az öröm. Aztán ittak. Hajnali 3 órakor az orvos épp felszállott a kocsijára. A kerületébe akart indulni. A kocsis szólt. Gyű! Hátul a gazdája egyszer csak lefordult a kocsiról. Huszár karabélyból egyenesen a szívébe ment a golyó. A kocsi mögött, bodzaga rád alatt koránkelő kofaasszonyok egy huszár közkatonát láttak. Kál Samu, mit tettél? Mit tettél? Kiabáltak utána, amint a közkatona eldobva a fegyverét, nekifutott a partnak. Kál Samut vitték a Miskolci brigádba. Mosolyogva hallgatott az eszkort között. Balandok, gondolta magában. Ezek azt hiszik, hogy halára visznek. Nevetett, amikor vigasztalták. Ne búsulj, Samu! Azért még nem visznek vesztőre. Búsuljon a ló, azt felelte. Szerették volna megtudni, kérdezték egyre. Mi vitt téged erre, Kál Samu? Összeszorította a vékony pittyét, felhúzta a ritkás sárga szemöldeit, s hallgatott. A börtönben sem tudták szólásra bírni. Hiába vesződött vele a profosz, a hadbíró. Bohókás tekintetet vágott, sunyin vihogott, sőt, úgy sandalított az őrnagyra, mintha azt akarná mondani, jó, jó. Nap-nap után, bőjt-bőjt után mullott. Nem messze volt Szépasszony falva. Egyszer csak a tisztje is bejött hozzá. Hogy örült, hogy törülte markával a nyúl szemeit. A vén profosznak majd kiesett a könnyű a szeméből. Mégiscsak áldott jó emberek ezek a tiszturak. A szolgát és gazdát magukra hagyta a börtönőr. Az ajtón át hallotta, hogy vigasztalja a báró a magyó gyereket, s hogy rimánkodott az. Tudom, hogy nem tetszik elhagyni. Kál Samu jelentkezett másnapon. Vallok. Vallott. Kedden volt, a lovat becsméltem, megütött az ostorral. Meg kell halnod ezért. Be volt fejezve ezzel a vizsgálat. Elkövetkezett nagy gyorsan az ítélet. Előtte való napon tisztát hozott Kál Samunak a szülője. Tisztát is, egy kis ennivalót is. Mind a kettővel bebocsátották. Hadd sírják ki magukat. Sírt is az öregasszony az egész falu helyett. A fiú vigasztalta furcsa beszéddel, mintha megzavarodott volna. Eladó-e még a bándi feruség félfertája a miénk mellett? Szólt fennen, s belenyúlt a lajbi a zsebeibe, mintha az eladó föld árát akarta volna onnan kivágni. Még más is szeretett volna mondani. Ejtett is egy-egy szót a gazdájáról, arról, hogy tán-tán hamarabb megy haza, mint a többi, de az egész olyan zavaros volt, hogy az öregasszony még jobban neki búsulta magát. Kál Samu fütyörészett, amikor a bíróság elé vitték. A tiszta új ruhája, csizmája, orcája, nagy kajla fülei úgy ragyogtak, mint csákóján a rózsa. Szinte tetszett az ezredesnek, olyan haptánba vágta magát. Helyes fiam, bátorította néma tekintettel a gazdája, aki ott volt a bíróságon. Fessem, mint mindig, de halványom, mint még soha. Halálra ítélték. Orvul lőtt, akasztófa halálra. Sárga arcát a szolgának hirtelen ájnborította el. De megint csak kiderült, peckesen szalutált, elvezették. Katonáiknál nem késlekednek a megtorlással. Kál Samut meg se hagyták melegedni a brigádban. Elvették szép katona ruháját, a régit, a parasztit hozták elő a magazinból. Ó, hogy megörült neki! A bekecse zsebében még ott volt, ha 2 év alatt megszáradt is, az a 200 rozmarin. Ott volt. Az volt. Mégiscsak kiesett a könnyű a szeméből. Mégiscsak hazamegy. Igaz hát, hogy áldja meg az Isten, elkapta a kezét a gazdájának, mert meg-meg csak bejött az hozzá, s csókolta hevesen. Csak okosan. Okosan. Nem félni, szólt az, s magára hagyta a sírlomházba. Ott ismételgette ő is az édesszülőjének. Csak okosan, okosan, nem félni. Nem is félt már az öregasszony. Azt se tudta, hol van. Ki fia? Ki az Istene? Úgy rázta a hideg. Hajnal volt. Havas, világos téli hajnal. Az ablakon keresztül be lehetett látni az egész udvart.
Tele volt ölfával, csak szélről látszott ki egy vékony gerenda. Civilek mozgolódtak körülte. Kál Samu nézte, nézte. Mennyi komédia, gondolta magában. De azért fázott. Bátorította magát. Talán éhes, evett, szivarozott. Még félig se szívta ki a Virginiát. Azt is gazdája küldte, elvették a szájából. Több volt, mint a fele. Jó kis szivar, sajnálta. Eltette a polcra. Megimádkoztatták, kivitték. Már akkor ott állott az udvaron a százada. Valamennyien ünnepi ruhában. Cakompak. Intett nekik a fejével, sandalított rájuk a szemével. Bíztatni akarta őket, de szeretett volna szólni. Fiúk, ne féljetek! Neki borzongott egy kissé a teste, de nem félt. Félni, hiszen ott volt százada előtt gazdája. A hatalmas, az erős, a mindenható tiszt. Aranyrojtos ruhájában, mellin a ragyogó rendjellel. Kisisten! Kál Samu nem tudta levenni róla a szemeit. Bizalmat, bátorságot, biztonságot szerzett magának a sárga arcból, s hegyesre kifent bajuszból. Büszkén, majdnem gőgösen ment előre az akasztófa felé. Arccal a bajtársak felé fordították. A hadbíró őrnagy mormogott valamit. Kál Samu nem hallotta, nem is volt rá kíváncsi. A gazdájára nézett. A sárgán, mint egy halott, de kidüllett mellel, mint egy igazi huszár tekintett rá vissza. Csak okosan, nem félni. A hóérlegények megragadták. Kál Samu elordította magát. Hadnagy úr, ne adjon! Többet nem szólhatott. Tréfa volt, véget ért. A tiszt imára vezényelt.